A sport továbbra is kiemelt fontosságú terület Dombóvárváros jövőbeni tervezésében. Nem véletlen, hogy az egyik legnagyobb beruházást is ezt a célt szolgálja, mondta el Pintér Szilárd ünnepi beszédében. Nagyon fontos a sport Dombóvár életében. Alapvetően azt gondolom, hogy a fiatalainkat meg kell, hogy szeretessük a sporttal, fiatal korukban szerezzenek itt élményt. A sportnak azon túl menő, hogy fizikai fejlődésükben is nagy segítség van, közösséget nevel, hiszen ezek a fiatalok közösségben töltik el a szabadidejüket. Az elmúlt években is igyekeztünk mindent elkövetni az idén is, hiszen két darab műfős pályát adtunk át két iskolánkba, felültöttük a kis termet lent a Szuhai Sportcentrumba, és minden apró olyan dolgot elkövetnek, hogy zökkenőmentesen tudjanak edzeni. Nagyon fontos, hogy ez a sportélet aktív és maradjon Dombóváron, és mindentől fiatal kapjon kedvet a sportoláshoz. Kiemelt projektként kezeljük a térségi sport és szabadidő centrumot, ahol még tovább szeretnénk javítani a sportolási lehetőségeken. Ezek közül is kiemelkedő lenne az úszoda, hiszen úszóink is kiváló eredményeket érnek el most a körülmények ellenére is. A Dombóváron alakult sportszövetség javaslatára a legkiemelkedőbbek vehették át az elismerést. Szabó Csaba elnök azt mondta, a sportszövetség létrejöttével szakmai kézbe került az irányítás, hiszen a város vezetése minden fontos kérdésben a szövetség állásfoglalására hagyatkozik. Dombóvár város vezetése kezdeményezte ezt a szervezetnek a létrehozását. Mi a sportegyesületek részéről maximálisan örültünk ennek. Korábban elszenvedői voltunk, hogy így fejezzem ki magam, hogy olyan személyek döntöttek bizonyos sporttal kapcsolatos kérdésekbe, akiknek igazából nem volt a teljes dombóvári sportra vonatkozó rálátása. Most ezzel a dologgal mi a sportegyesületek, illetőleg a sportegyesületekből egy vezetőség, egy öttagú elnökség az, aki különféle javaslatokkal készíti elő a sporttal kapcsolatos döntéseket Dombóváron. Mint említettem, márciusban jöttünk létre. Az első ilyen feladat, amit kaptunk, a 2021-es év sporttámogatási keretösszegének a felosztása az egyesületek között. Hát ahol pénzről van szó, ott érződik, hogy az nem egy hálás feladat, de mi ezt meg tudtuk tenni, úgyhogy egyetlen egy reklamáció nem érkezett az egyesületek oldaláról. Ismét a sportszövetség kapott egy kérdést a polgármester úrtól, illetve a Dombóvár város vezetésétől, hogy itt a 2021-es év végéhez közeledvén nézzünk egy kicsit hátra az eltelt egy évre vonatkozóan, és nézzük meg azt, hogy kik voltak azok a dombóvári sportolók, sportáktól függetlenül, akik érdemesek arra, hogy egy kis jutalomba, egy kis dicséretbe részesedjenek. Ezt is a hozzánk tartozó 26 egyesületből bekért javaslatok alapján szűkítettük, és egy 33 fős mezőnyt tudtunk meghatározni, szintén az utánpótláskorú gyerekek vonatkozásába, akik a jók közt a legjobbak tudtak lenni. Atléták, úszók, karatékák örülhettek legtöbben a méltán kivívott dicsőségnek. A díjazottak megítélése szerint a sport tartást ad életüknek. Én amióta az eszemet tudom, sportolok. A karat előtt úsztam, de amióta a karatét csinálom, azóta egy hatalmas önuralmat tanultunk meg az edzőtársaimmal együtt. Hatalmas fegyelem van az edzéseken, amiket a külső életbe is magunkkal viszünk. Igazából kitartásra tanít minket, arra, hogy ne adjuk fel, hogyha valami nem sikerül, hanem igenis csináljuk végig, és addig küzdjünk érte, amíg azt meg nem tudjuk valósítani. Van az a mondás, hogy épp testben, épp lélek. Ez szerintem teljes mértékben igaz, mivel a sporttal igazából lényegtelen az, hogy milyen sportról beszélünk, csak sportról stresszlevezetésként is lehet alkalmazni. És hogyha levezetjük akár ezzel is a stresszt, akkor a lelkünk is sokkal nyugodtabb lesz, és sokkal egészségesebbek leszünk. A legutóbbi olimpia bizonyíték arra, hogy vidéken is magas szintű sportélet zajlik, hiszen emlékezzünk csak, Dombóvárról két fiatal is részese volt a játékoknak. A most díjat átvett versenyzők többsége is korosztályának megfelelő, válogatott szint közelébe teljesít.